A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Maroshegyre utazunk a következő bő negyed órában. Jó estét kívánok! Mai vendégem Maroshegy önkormányzati képviselője Brájer Éva. Jó estét kívánok én is! Egy kicsit muszáj, az idei fejlesztésekről fogunk beszélni, de muszáj ehhez egy kicsit visszatekinteni. Az elmúlt 2-3 év azért nem volt egyszerű, ez nyilván a költségvetésre is rányomta a bélyegét, de rengeteg fejlesztés, a fejlesztési stratégia sok mindent megmutatott és elkezdett az elmúlt években. Mi az, ami ebből folytatódhat, mi az, amire még egy kicsit várni kell? Hát ami megakadt, először nyilván a vírusnak köszönhetően, ami nagyon megváltoztatta a város költségvetési lehetőségeit. Aztán éppen, hogy kilábaltunk belőle, és azt reméltük, hogy akkor folytatódhatnak a nagyobb fejlesztések is, így Maroshegyen is, de aztán utána megjött ez a háború, és az ebből származó különböző gazdasági helyzet, köztük a város költségvetési helyzete is az energiaválság okán. Ezért az, amit 2006 óta végigvittünk stratégiailag is Maroshegyen, az a dinamikusnak mondható útfelújítás, utcafelújítási program, az sajnos egy kicsit most szünetelni kénytelen. Az aradi utcafelújítása tervei teljesen készen állnak, még a lakókkal majd, amikor már lesz rá költségvetési pénzügyi forrás, akkor még egy utolsó egyeztetés van egy-két kisebb kérdésről, de a tervek készen vannak. A Nagybányai utca is ugyanez, és ugyanez a Vásárhelyi útnak a második szakasza, hiszen a Vásárhelyi utat a város már megterveztette, annak a felújítását az első szakasz el is készült, de még jönne a második szakasz kivitelezése, nem különben pedig a Vásárhelyi lakótelepen mind a három épülethez kapcsolódó jelenleg zúzott köves parkolónak a fejlesztésének a tervei is készen állnak. Ezeket sajnos a Covid és az energiaválság helyzete egy kicsit megállította. Én időpontot nem is szoktam mondani, óvatos vagyok, és nem vagyok egy ígérgetős típus. Én azt gondolom, hogy inkább az ember dolgozzon, és aztán majd a végeredmény az minősíti a munkáját, mintsem beszéljen róla. Nyilván nem örülök ennek, mint ahogy gondolom, hogy az egész város sem örül, máshova helyeződtek a prioritások. Nem tudom, hogy a jövő évi költségvetés mit hoz, nem tudom, hogy mi lesz az EU-s forrásoknak a helyzete ebben a pillanatban, én ezt tisztán még nem látom. Csak bizakodni tudok abban, hogy ez a helyzet minél korábban feloldódik, és reményeim szerint jövő évben talán már egy nagyobb reménnyel haladhatunk az úton tovább. De akkor ezek nincsenek elfelejtve, ezek a fejlesztések? Hát egyáltalán nincsenek elfelejtve. Nyilván, hogyha most úgy állna a város költségvetése, hogy polgármester úr azzal hívna föl, hogy van itt 5 milliárd, el tudom-e költeni, nincs az a pénz, amit ne tudnék Maroshegyen elkölteni természetesen, de nem akarom elviccelni a dolgot, mert nyilván ahogy kinézett régen a Szilva maga, Temesvári utca, a Brassói utca, a Lugosi, de még sorolhatnánk tovább a sort, és ha ma megnézzük, hogy hogy néznek ki a térkövezett járdáink, hogy néz ki ezeknek az utcáknak a csapadékvíz elvezetése, vagy hogy néznek ki ezeknek az utcáknak az autóútjai, arról nem is beszélve, hogy ezeket a felújításokat úgy végeztük el, hogy vízvezetéket is cseréltünk az utak alatt. Hát nyilván nagyon nagy szükség van nem csak az aradi és a Nagybányai utcák felújítására, hanem a következőket is látja az ember maga előtt, Zágoni, Meggyesi, és a másik oldalra is átmehetünk, Oravicai utca, tehát hogy feladat és tennivaló az mindig lesz bőven, és most is látjuk ezt magunk előtt nyilván. Feladat és tennivaló a közlekedés, és ez mondjuk az egész országra, Székesfehérvár egészére is igaz. Vannak nagyon nehezen megközelíthető, vagy sokáig olyan kereszteződésekben kell állni, ahol megnövekedett a forgalom.
Látszik-e már, hogy akár az Osankörforgalom, akár a Balatoni út tekintetében lesz-e változás a következő időszakban? Hát én azt gondolom, hogy az országon belül Fehérváron talán legnagyobb mértékben növekedett meg, és legrövidebb idő alatt a személyautó tulajdon száma. Ehhez még hozzáveszem azt, hogy nagyon sok fehérvári kiköltözött például Maroshegy közelébe Úrhidára is, és nyilván a környékbeli falvakba. Ezek az emberek, lehet, hogy nevezhetjük őket úrhidai lakóknak, de azért mégiscsak fehérváriak, hiszen itt dolgoznak a városban, az iparűzési adóhoz itt járulnak hozzá, a gyermekeiket idehozzák esetleg iskolába, tehát ugye nem szeretném elhatárolni őket attól, hogy ők nem Székesfehérvár részei, naponta 30 ezre járnak be a városba. És miután a legrövidebb idő alatt a legnagyobb személy gépkocsi tulajdonszám növekedést ért el a város, ezért nyilván közpénzből ezt ilyen gyorsan lekövetni, ilyen nagyon-nagyon komoly útfejlesztésekben azt gondolom, hogy hát nem azt mondom, hogy szinte lehetetlen, de az időintervallum okán szerintem talán az. De azt ne felejtsük el közben, hogy mi magunk is autóval járunk. Tehát, hogy nem szeretnék erről úgy beszélni, mintha kívülről néznék rá egy nagyon nehéz helyzetre, mert magam is része vagyok ennek a nehéz helyzetnek. És hát így van ez nem csak a város többi pontján, hanem így van ez Maroshegyen is. De azt azért szeretném hozzátenni, hogy 3 hétig volt az autómban egy füzet, egy kockás kis füzet, amiben minden egyes reggel beleírtam, hogy mikor indulok el otthonról, és mikor érkezem be a város azon pontjára, ahova egyébként érkezem. Azt nem akarom mondani, hogy nem voltak olyan esetek, amikor akár hazafele, akár a városba bevezető befele nem kellett egy kicsit nagyobb türelem, de azt kell mondjam, hogy ez nagyon hektikus. Tehát volt olyan is, amikor iskolaidőben, amikor tényleg visszük a gyerekeinket óvodába, iskolába, 7 óra 26 perckor ültem be a kocsiba, és 8 órakor már bent ültem a közgyűlésen a székemben. Tehát, hogy változó. Nagyon-nagyon változó. A leghosszabb idő mennyi volt? Hát ezt most fejből nem tudom megmondani, azért írtam, hogy legyenek konkrét tényszerű adataim erre. Én azt gondolom, hogy erre is aszerint is reagálunk, hogy milyen a személyiségünk. Persze. Hát nem vagyunk egyformák. Nyilván van, aki türelmetlenebb, van, aki egy kicsit türelmesebb, van, aki úgy gondolja, hogy ez az élet része, van, aki megérti, hogy azért ez egy megyei jogú város, tehát nem egy pici faluban vagyunk, nem csöndben, békében élünk, de ettől függetlenül azért Maroshegyen, hála jó Istennek, még lehet madárfüttyöt hallani. Szóval ez egy nagy kihívás, irtozatos pénzt igénylő, és azt gondolom, hogy állami beavatkozás és segítség, pénzügyi segítségnyújtás nélkül nem is megoldható. Ha már madárcsicsergés, harmatos völgy, hihetetlen mekkora területen, tényleg, mint hogyha a városban egy kis falu jött volna rétre az elmúlt években, nagyon sokan költöztek ki oda. Így van. Ugye azt szeretném itt is elmondani, hogy a harmatos völgynek a felszabályozása az nem a jelenlegi városvezetés, és nem az én képviselői időszakomhoz köthető. Ez számunkra egy örökölt sors, ha így tetszik. Ezzel együtt azonban persze az embernek van látásmódja és véleménye arról, hogyha az ő lehetősége lett volna erről véleményt alkotni és képviselőként ezt befolyásolni, akkor azt el kell, hogy mondjam, hogy nyilván nem így történt volna. De ezzel már nincs értelme foglalkozni, mert ez a múlt, és ezen már nem lehetett változtatni, hiszen olyan pénzügyi teher lett volna a városnak, ami felvállalhatatlan lett volna kártérítés okán. Tehát ez az adott helyzet. Ebből az adott helyzetből kell kihozni a lehető legjobbat. Mit lehet kihozni ebből az adott helyzetből, amellett, hogy akik oda költöztek, ők Maroshegy részévé váltak, és imádnak ott élni. Én sokat járok a harmatos völgyben, mert sok dolgom is van a harmatos völgyel. Szinte naponta keresnek meg ott élők és ott lakók. Alakultak közösségi oldalon csoportok, és hát hihetetlen, hogy mennyire lelkesen főznek együtt, szerveznek önkéntes szemétszedést. Tehát egy lelkes, fiatal, jó csapat,
jött létre, és bár természetesen az is érthető, hogy a régóta Maroshegyen élőknek fáj, hogy ez a régen zöld őzekkel ellátott terület ma ilyen képet mutat, de hát mindannyian oda költöztünk egyszer valamikor. Van, aki 10 éve, van, aki 20 éve, van, aki 5 éve, van, aki 8 éve. Tehát nem tekinthetünk egy-egy új költözőre úgy, hogy kizárjuk őt a közösségből, ezt én nem tartom helyesnek. Viszont azon dolgozunk polgármester úrral közösen, hogy a közműveket most nézzük éppen, hogy hova ültethetünk fákat, mert hiányolja a szem a zöld látványát, és nyilván a levegő tisztaságának is fontos, úgyhogy ezen már a városgondnokság szakemberei dolgoznak, illetve igyekszünk a beruházóval tárgyalásokat folytatni, és ez is most már folyamatban van, annak érdekében, hogy adjon át nekünk területet, hiszen a városnak egyetlen egy területe van a harmatos völgy szélén, de a záportározónak kijelölt terület, és én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy záportározót nem szabad beépíteni. Pont most nem kell mondani, láttuk az elmúlt hétnek az esőzéseit, aminek én meg kell mondjam, nagyon örültem. Tudom, hogy már mindenki várja a napsütést és a nyarat, de hogyha eszünkbe jut a tavalyi nyár aszálya, a földnek szüksége van a vízre, úgyhogy szerintem ez nagyon áldásos volt ez az eső. Viszont az áportározókra pont ezért szükség van, mert ha egy beépített területen, pont most a héten is foglalkoztunk egyébként ezzel, mert több lakó jelezte nekem, hogy áll a házuk előtt a víz. Szeretném ezúton is elmondani, hogy az utak még magánutak, de egyébként pont hétfőn lesz egy 3-4 órás bejárásunk a beruházóval és a városgondnokság, illetve a hivatal közlekedési irodájának a szakembereivel. Egy olyan bejárásra kerül sor, ahol a szakemberek elmondják a beruházónak és a beruházók kivitelezőjének, hogy milyen hibát látnak vízelvezetésben, járdakialakításban, utakban, hogy mit kérünk, hogy még mit orvosoljon a beruházó a kivitelezőjén keresztül, annak érdekében, hogy aztán majd, amikor már minden koporréteg rajta lesz az utakon, és a víznyelők ki vannak tisztítva és rendben működnek, majd a város nyilván át kell, hogy vegye ezeket az utakat. Ez okoz most problémát az ott élőknek. Nyilván mi nem voltunk jelen, amikor ezek a telkek eladásra kerültek. Ugye ez is elég összetett, hiszen van olyan, ahol a beruházó maga épített és házat adott el, van olyan, ahol telket adott el, és egy család építkezett magánúton, és van még más beruházó is, hogyha jók az információim. Mi ezekbe a szerződésekbe teljesen természetesen nem látunk bele, nem is kellett, hogy belelássunk. Két fél között jött létre, viszont nem tudjuk, hogy ott akkor mi került tisztázásra, mi nem. Úgyhogy így állt elő az a helyzet is, hogy láttuk polgármester úrral, hogy olyan sok kisgyerek van, aminek persze nagy örülünk. Tehát, hogy én magam is ugye ott élek a Lugosi utcában, és hát szombatonként látom, hogy ott a csajok sétálnak kutyákkal, gyerekekkel, nagyobb kölkök bicikliznek, rollereznek, szóval, hogy azért van ebben egy ilyen jó esőérzés az ember lelkén, de az biztos, hogy az az elsődleges feladatunk, hogy minél előbb, ahogy ezt a költségvetés megengedi, egy játszóteret létrehozzunk a gyerekeknek, a nagyobbaknak egy kis padot, egy kis asztallal, ahol össze lehet jönni, bandázni, dumálni. Tehát ez nagyon fontos, úgyhogy most ezen dolgozunk. Van a beruházóval egy ilyen terület, amit felajánlott erre a célra. A városgondnokság szakembereivel már tervezzük azt, hogy hogy nézzen ki ez a játszótér. Az érintett lakókkal, lakóépületek tulajdonosaival már találkoztam. Megkérdeztem őket, hogy beleegyeznének-e, viszem nekik vissza majd a terveket, a rajzot, és nyilván egy védőfasor is majd beültetésre kerül. És hát nem különben pedig a bölcsőde, amit pont azért építettünk fel nagyon komoly állami pénzügyi támogatással az Úrhidai út másik oldalán, mert hát láttuk, hogy a fiatal családoknál hála Istennek sok baba van, és hát el kell, hogy mondjam, szeptemberben nyitunk.
Hamaros. Négy csoport, ugye? Az igen, négy csoport lesz, így van. Voltunk már egy ilyen hivatalos bejáráson polgármester úrral, Mészáros Attila a polgármester úrral közösen. A bölcső, de mondhatom, hogy szupermodern, nagy terekkel, tágas terekkel, gyönyörű nagy üvegfelületekkel, de ugyanakkor napvédelem is van, szép kerttel, nagyon szép játszóeszközökkel. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy pillanat egy városrész életében, amikor egy új intézményt kap, az pedig, hogy egy ilyen szuper, hiper, modern, gyerekbarát intézményt, az külön köszönet ezért a tervezőknek. És hát a három gömbünk is ugye nagyon izgalmas. Az egyikben hihetetlen, mennyire különleges a kivitelezés. Ilyen igazi gyerekbarát, még a külképe is, építészeti szempontból, a vizuális kép is. Az egyik gömbben fejlesztő terem kapott helyet, az egyik gömb az maga a belépő, az antré, és a harmadik gömb pedig egy gyönyörű sószoba, ahonnan az ember ki se akar jönni. Úgyhogy tényleg nagyon szuper. A jelentkezések már lebonyolódtak, és hát teltházunk van, és csupa Marosvásárhelyi. Már az első teltház? Teljes teltházunk van, és hát még annyit szeretnék elmondani, mert ennek is nagyon örülök, hogy az óvodás nagycsoportos gyerekeknek vázoltunk fel, tettünk javaslatot bölcsőde elnevezésekre. Mindegyik név olyan volt, ami kötődik ahhoz a régi hagyományhoz, hogy Marosvásárhelyi utcáinak a neve a Trianon által elcsatolt magyar települések nevei, ugye hosszasan lehetne sorolni őket, és akkor ehhez szerettünk volna csatlakozni erdélyi mese világ neveivel, és aztán az óvónők segítségével az óvodásaink, a marosvásárhelyi nagycsoportos óvisok szavazata döntött abban, és így lettünk Kisgömböc bölcsőde. Ez nagyon szép végszó. Van-e valami, ami esetleg még mondjuk 2,5-3 mondatban beleférhet az idei kisebb fajta felújításokról? Biztosan lesz még. Igen, igen, a rádió lakótelepen kezdtünk meg 1-2 évvel ezelőtt, pont azért, jártam. Mert hogy ugye szűkös volt, vagy hát határolt volt a pénzügyi keret, és azt mondtam, hogy ezek a pénzügyi keretek ahhoz azért sok, hogy csak padra költsük el, valami értelmes dolgot kell belőle felmutatni, és ezért a rádió lakótelepen kezdtünk el az épületek előtti járdákon egy felújítást, és ezt fogjuk folytatni az idén is, mert sajnos ez a nagyságrend ahhoz kevés, hogy mondjuk a vásárhelyi lakótelepen a legolcsóbb parkolónak is a töredéke ez a pénz. Ezeket a járdákat viszont meg tudjuk belőle csinálni, úgyhogy ezt most szépen folytatjuk. Kutyafuttatót építünk a rádió lakótelepen, ez egy nagyon régi igény, nagyon nehezen találtunk rá olyan megfelelő helyet, amit mindenki elfogad, de most találtunk egy ilyet, biztos lesznek, akik azért majd úgy óckodnak ettől, de tartottam lakossági fórumot, akik eljöttek, egyhangúan, egyöntetően támogatták, úgyhogy ott remélem, hogy esztétikailag is azért egy kicsit látványosabb, igaz, hogy picit többe kerül, de nagyon szép kinézetű kutyafuttató lesz, és ezzel talán megoldódik az a probléma, hogy a játszóterünkre kutyát már nem visznek a kutyatartók, mert ebből azért volt az elmúlt egy-két hónap alatt egy kis konfliktus az ott élők között. Remélem, hogy ez most majd rendeződik. És hát azt kell mondjam, hogy a rádió lakótelepnek a nívója, a színvonala nagyon szépen emelkedik tovább. Brájer Éva, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és mindezt elmondta nekünk. A munkához pedig további sok sikert kívánunk. Kedves köszönöm nézőink, szépen. Ez volt már a Köztér Extra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.